A műsorszám támogatója az Eres Bútor. Ha bútort keres, Eres. Mesélj nekem, milyen itthonról nézni az Exatlont? A fotelből. Hát igazából nem mindig tölt el jó érzésekkel, mert bennem van az, hogy mennék, futnék, csinálnám. És mesélj csak, mennyire vagy konyhatündér most, hogy egy konyhában állunk? Nagyon-nagyon szeretek sütni, főzni, úgyhogy a napjaimnak van egy ilyen 2-3 órája, amikor csak a konyhában töltöm, és egyébként ez nagyon-nagyon kikapcsol, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen csodás konyhákat tudok megnézni. Dóri, milyen most a konyhád, és elégedett vagy egyébként vele? Hát, mivel albérletben élek, ezért nem én választottam. Nyilván szeretem, meg el vagyok ott, de azért vannak elképzeléseim, hogy majd a sajátom milyen legyen. No, és milyen legyen a sajátod? Szeretem a vintage stílust, illetve a minimált is. A magas fényűeket szeretem a legjobban, egyébként azáltal hozzám a legközelebb, illetve az ilyen különleges színvilágot is, de nyilván az azért nem minden konyhában lehet, de például ez nagyon szép. Most is egyébként egy fiatalos konyhában ülünk. Milyen a menő, trendi fiatalos konyha 2022-ben? Azt gondolom, hogy akkor, amikor konyhát választunk, mindenféleképpen gondolunk el arra, hogy ez egy hosszú távú választás, tehát a trendekkel kapcsolatban nyilván fontosak, hogy szerepeljenek benne, de olyan szélsőségesen nem érdemes belevinni egy trend színre, rávinni egy-egy konyhát, egy-egy hangulatot. De összességében mindenféleképpen a beton, illetve a föld színekkel, hogyha kombinálunk, akkor biztos, hogy jó döntést fogunk hozni, hiszen ezt követően szinte bármilyen trendi színnel, az aktív, intenzív színekkel, itt most egy sárgával, de az aktuális színnel mondjuk a lilával ki tudjuk emelni azt, hogy mennyire az aktuális színek szerint terveztük meg ezt az összeállítást. Ha Dóri szeretne egy konyhát, már meg is álmodta, hogyan kell nekiugrani a tervezésnek? Mindenféleképpen érdemes szakemberekkel konzultálni, hiszen azért ez egy fontos döntés. Érdemes trendeket keresni, érdemes hangulatokat keresni, és azokat a képeket, fotókat, színösszeállításokat megtalálni, ami alapján el tudja képzelni ezt az otthonába, és a pontos méretekkel, hogyha elindulunk, akkor jó eséllyel egy nagyon minőségi összeállítást fogunk kapni. Egyébként ezt így elég nehéz elképzelni. Ebben segítenek a 3D látványtervező programok, színében, összeállításában, hangulatában, fogantyúkkal, tehát egy teljesen realisztikus képet kapunk arról, hogy milyen lesz a konyhánk, úgyhogy ez nagyban segít a döntésben. Dóri, mondtad, hogy a vintage is nagyon tetszik neked, mint stílus. Igen. Akkor menjünk és nézzünk meg most egy vintage konyhát. Egyébként ez nagyon szép, nagyon tetszik. Itt kifejezetten klasszikus vintage hangulatot ad, de mégis ott van a modern összhatás, ugye, ahogy a fával van kombinálva, vagy a fa hangulattal, ahogy a fehér szín megjelenik, ahogy a különböző fémek ugye kombinálódnak, ugye trendien belerakva egy fehér mosogató. Ha valaki egy kicsit is szereti a tradicionálisabb hangulatot, illetve egy kicsit is szeretne ebbe a vintage hangulatba, akkor ez a hangulat mindenféleképpen egy jó választás. Dóri, neked milyen munkalapod van most otthon? Kő vagy fa? Ilyen márvány hatású van most. Ez a márvány hatás se tud kimenni a divatból? Eredetiben igen, tehát a kövek azok mindenféleképpen, a kőborítások igen, ezek az utánzatok, a hatások ezek azért mennek most már ki a divatból, és sokkal inkább jönnek be helyette a fa különböző árnyalatai, a beton különböző árnyalatai,
Tehát ezekkel kapcsolatban szerintem jobb választást hozunk, hogyha ebbe az irányba gondolkozunk. Beszéljünk egy picit a tűzhelyről is, hiszen mégis azért az az origója egy konyhának. Milyen legyen? Tűzhely tekintetében nagyon széles a skála, amiből tudunk választani. Ugye a vintage-hez kifejezetten az a gáz hangulat az, ami adja magát, de ugye a letisztult elektromosok, tehát a kerámia, illetve az indukciós főzőlapok is nagyon trendiek, úgyhogy de hát itt ugye tisztán látszik a hangulatban is, színben is, a fogantyúk, ahogy szépen kombinálódnak egymáshoz, ugye a gombokkal, tehát ebben az irányban mindenféleképpen, ha van rá lehetőség, akkor a gázban érdemes gondolkozni. De belevihetem a praktikumot? Hogy vigyük bele a praktikumot? További támogatóink. Eres bútoráruháza. Ha bútort keres, Eres.